Átadták a megújult szociális központot Újfehértón. A TOPLUS pályázat keretében a város önkormányzata 165 millió forintot nyert, amelyet a település szociális infrastruktúrájának fejlesztésére használtak fel. A nyertes pályázatnak köszönhetően a Szociális Szolgáltatóközpont épülete teljesen megújult, és a rendelkezésre álló összegből új bútorok és elektronikai eszközök beszerzése is megvalósulhatott. Maga ez az épület a 70-es évek végén épült, és nagyon sok funkciója volt már az évek során. Ugye 2009 óta látja el a jelenlegi feladatát. 2020-ban kaptam a kérést az intézménytől, hogy próbáljunk meg valami forrás szerezni arra, hogy az épület megújulhasson, hisz már nagyon elavultak voltak a berendezések, az épület is folyamatos problémákkal küzdött, és hál' Istennek találtunk egy pályázati lehetőséget, amelyből Magyarország kormányának támogatásával egy gyönyörű új épületet tudtunk varázsolni, és úgy gondolom, hogy ez most már egy nagyon sokáig el fogja látni azt a feladatot, amelyre szántuk, és örömet fog okozni az itt dolgozóknak, ide látogatóknak, és aki elmegy itt az utcában, az is egy gyönyörű épületet fog látni. Az elnyert összegből 90 millió forintot fordított az önkormányzat az épület fizikai megújítására, a környezettudatosság figyelembevételével, míg az összeg másik részéből az eszközbeszerzés mellett új szolgáltatásokat is bevezettek. Az épületek kívülről belülről teljesen megújult. A új tető került, napelemek kerültek a tetőre, a homlokzat megújult, 15 centis szigetelés került a homlokzatra, a új fűtési rendszer, szellőztető rendszer több millió forintért, ami biztosítja a épület teljes szellőztetését, bútorzatokat teljesen újat kaptunk, informatikai eszközöket, az udvar, a kerítést újat építettek az udvarra, mozgáskorlátozott parkolót építettek ki, parkosítás, új kemence, főzőhely került az udvaron kialakításra. Az épületben hétfőn már újra beindul az élet, és valamennyi szolgáltatással várják az ellátottakat a megújult szociális intézményben. Itt háromfajta szolgáltatás működik ezen a telephelyen. Idősek nappali ellátása 60 fővel, pszichiátriai betegek nappali ellátása 50 fővel, és pszichiátriai betegek közösségi ellátása 40 fővel. Napi szinten ezek az emberek, szóval azt lehet mondani, hogy egy ilyen 110-120 ember napi szinten megfordul az épületben. A településen élők közül sokak számára ez az intézmény teremti meg a lehetőséget ahhoz, hogy egy igazi közösségben érezhessék magukat a mindennapokban. Minden héten jövünk csigázni, ünnepségek vannak, névnapok, karácsonyi ünnepség, húsvétkor, de közben is vannak különböző slambucfőzés, gulyásleves, szóval ez annyira kell, mint a mindennapi kenyér, mert mi már idősek, hát hova járunk? Csak egy ilyen helyre, ahol egymást ismerjük, szeretjük, és mindig vágyunk is ide, vártuk, hogy megnyíljon. Itt járok el minden nap, és csodáltuk, hogy újul, szépül. Mint Hosszú József polgármester elmondta, Újfehértóváros igyekszik a különböző szociális helyzetben lévőknek segítséget nyújtani az önkormányzaton, illetve az intézményen keresztül.